Ragyogó szép napot mindenkinek! A Fortnite 17.20-as frissítése elérkezett, de nem igazán látjuk, hogy mit hozott. Sok új fájl került be a játékba, ezáltal sok leakelt kozmetikumról, fegyverről és eventekről szerezhetünk már tudomást. De tudjátok, hogy én ezekkel nem szoktam foglalkozni. Ha egy update-et kapunk, én a tényleges változásokról szeretek beszélni, amiket már a két kezünkkel, vagy legalábbis egerünkkel és kontrollerünkkel tapasztalni tudunk. Viszont ilyen egyelőre alig, hogyha van, elkeserítő. Na de se baj, mert kaptunk egy új funkciót. Elemezzük ki ezt akkor. Az új funkció neve az előnyben részesített tárgy slot. Azaz mostantól a beállításokban meg tudjuk szabni, hogy adott fegyver és tárgy típus melyik helyre kerüljön, miután felveszed őket a játékban. Ha bejössz a beállításokba és rákattintasz a Configure gombra, bejön ez az új menü. Mint ahogy láthatod, minden egyes slotot személyre tudsz szabni. Beállíthatod, hogy például a shotid az első helyre, áred a másodikra, SMG-d a harmadikra kerüljön, és így tovább. De nézzük is meg a gyakorlatban, hogy hogy működik. Létrehoztam egy ládát egy pár tárgyal. Az átláthatóság kedvéért el is rendeztem őket. Az én preferált loadoutom pedig így néz ki. Mostantól figyeljétek meg, hogy a játék jelöli neked az inventory fölött, hogy melyik helyre fog bekerülni a tárgy, amire éppen nézel. Ez a funkció megértésében segíthet, nem mintha bonyolult lenne, de van egy pár apróság, amit érdemes tudni vele kapcsolatban. Minden esetre nem látom annak a hátrányát, hogy ezt használd. Szerintem minden szempontból csak megkönnyíti a dolgod, és bár talán minden 100. meccsnél, de abból egyszer van, hogy azért halok meg, mert még nem volt időm elrendezni az inventorim rendesen, és a belekavaradás miatt elrontottam a harcot. Ezért erősen javaslom, hogy ti is állítsátok be a számotokra megfelelő preferált loadout elrendezést itt. Egy kérdés, ami felmerülhet bennünk. Mi van akkor, hogyha az Auto Swords Consumable Stride be van kapcsolva, de a beállításnál balra állítod a shieldek elhelyezését? Ez nem kiüti egymást és ellentétes értelműek? Bár nem tudom, miért tennél ilyet, mert akkor alapból nem használnád az Auto Swords beállítást. Nos, a válasz balra helyezi. De nem ennyire egyszerű az eset. Ha már felvettél egy gyógyító tárgyat, akkor a második a jobb szélére fog kerülni, hiszen nyilván baloldalt már foglalt a hely. De csak akkor kerül a jobb szélére, hogyha kisebb ritkasági fokozatú annál, ami baloldalt van. Ugyanis itt jön képbe a preferált loadout beállításának az egyik fő tulajdonsága. Ha adott kategórián belül, azaz ez alatt értsd a shotikat, áreket vagy pajzsokat, találsz egy nagyobb fokozatút, akkor a nagyobb fokozatút fogja a preferált helyre rakni. Ezáltal a kisebb fokozatút, ami már elfoglalja az adott helyet, ki fogja taszítani, és bekerül a jobbra első következő szabad helyre. Így, hogyha be van kapcsolva az Auto Swords Consumable, de balra van állítva a preferált, és felveszel egy nagy shieldet, ami ugye rare, majd egy slurfist, ami epic, akkor a preferált helyre a nagyobb fokozatú, azaz a slurfish fog kerülni, és a nagy shield a második slotba. Ha pedig a kettő közé furakodik egy más típusú tárgy, jelen esetben az AR, ami a preferált helyén van, akkor a nagy shield a harmadik slotba fog kerülni, hiszen az a jobbra első üres hely. Így érdekes módon az Auto Swords Consumable Stride beállítás teljesen negálódik. De természetesen, hogyha használni fogod a preferált módot, akkor nem fog kelleni az Auto Swords Consumable, hiszen bármit beállíthatsz, hogy hova szeretnéd alapból kapni a shieldeket, híleket és tárgyakat. A preferált loadoutnak véleményem szerint egy nagy funkcióbéli hiányossága van. Ugyebár egy sákánnyal a kézben érdemes egy ellenfelet kilútolni, hogyha nem akartok véletlen, fölösleges fegyvercseréket végrehajtani. Így csak a lőszereket és a nyersanyagot fogod felvenni a földről. De igazán megcsinálhatták volna úgy, hogyha sákánnyal a kézben egy nagyobb fokozatú fegyverre nyomod a felvételgombot, akkor az kicserélődik a kisebbik helyére. De ezt nem teszi meg. Ráadásul, hogyha mondjuk egy más típusú fegyver van a kezedben, például egy SMG, akkor a magasabb fokozatú AR az SMG-vel cserélődik ki, pedig abszolút mehetne a kék AR helyére az arany Scarrel, mert úgy lenne a logikus. Persze eddig is így működött a játék, szóval ez nem egy olyan dolog, amit most kellene megszoknunk. Egy másik dolog, ami szerintem szintén egy hiányosság, az az, hogy adott fegyver kategórián belül, de különböző típusú fegyvereket máshogy kezel. Magyarul, hogyha kék pámpot veszel fel, az bekerül a preferált helyre. Eddig oké. Majd találsz egy aranypámpot, ami szintén a preferált helyre kerül, hiszen az a nagyobb fokozatú, ezáltal kitolja a kék pámpot egyen jobbra. Ezzel nincs is baj. De hogyha kék taktikálod van, majd felveszel egy aranypámpot, akkor a kék taktikál marad a preferált helyen, és az aranypámp kerül az első szabad helyre. Értem én, hogy ezek más fegyverek, és ezért működik így ez az interakció, de ettől függetlenül nem reális. Nincs olyan játékos, aki egy aranypámp felvétel után azt akarná, hogy ne az kerüljön a fő helyre,
és a kék taktikál maradjon a preferált helyen. Szóval hiába van beállítva neked ez a funkció, lesznek esetek, mikor ugyanúgy foglalkoznod kell az inventory rendezgetésével. A preferált loadout funkció csak addig lép és van életben, amíg nem telik meg a raktárad. Figyeljétek meg, hogy úgymond az útban lévő nagy shield hogy tolódik ki mindig egyel balra, mert felveszek mást a helyére. Az utolsónál pedig a shotival nem cserélődik ki. Nos, ez a funkció egy pár hiányossága ellenére kellett már nagyon. Hogyha Chapter 2 első napján kaptuk volna meg, akkor sem éreztem volna azt, hogy időben jött, de természetesen sokkal jobb később, mint soha. A patch nagy fő újdonsága ez lett volna, de még egy pár apróság van, mint például ez a szivárvány az égen. Szép. Meglehetősen szép, de ahogy az univerzum törvénye is tartja, valami nem jöhet létre a semmiből. Ha pedig valami létrejön, akkor valaminek meg kell szűnnie. A szivárványt kaptuk, viszont a mérleg akkor lesz egyensúlyba, hogyha valamit elvesznek tőlünk. Ez pedig egy pár IO Guard Scamp hely. A Kevolution Energy bejárata előtt eltűntek az IO kollégák. Lehet, hogy az őket ért sugárzás egy kicsit nagy volt, reméljük, hogy jól vannak. A Holy Hatchery melletti IO Guardsok szintén nem bírtak a bőrükben maradni, és egy hét után úgy érezték már nem kell őrizni a helyet. A kettő ládával, kocsival és sátrukkal együtt elmentek. Hogy hova? Azt nem tudjuk. Egy kompenzációban viszont részesültünk, hogy a pálya közepénél található camphez egy launchpad került. Így könnyebben átszelhetjük ezt a borzalmas nagy krátert. Kettő tragédia viszont ért minket. Én úgy vettem észre, és ez nem hivatalos tudtammal, de sokkal lassabbnak érződik a tehén. Egyszerűen most már, hogyha megnyomod a space-t, majd elugrasz a földről, nem dobódsz akkorát, mint régebben. Nyugodtan írjátok le, hogy ti ezt hogy érzitek, mert lehet, hogy csak én rontok el valamit, de én úgy érzem, hogy gyakorlatilag megfelezték a maximális sebességét. Viszont ennél egy még borzalmasabb dolog történt. Azt hitték, hogy nem fogjuk majd észrevenni, de nem számoltak velem. Valahogy valaki ellopott valamit. Ha tudjátok a tettest, írjátok meg kommentben. Itt Stealthy Strongholdban egy szekrényt elvittek. Eddig azon volt a láda, viszont most már csak a földön van. Nem tudom, hogy ki volt képes elkövetni ezt, de csak kerüljön a szemem elé.